most még telen, utam végét még nem ismerem. Útra fel, útra fel, útra fel, elmegyünk mi messze innen ez. Vándor botot fog kezem, hív a titkos végtelen, utam végét még nem ismerem. Útra fel, útra fel, útra fel, elmegyünk mi messze innen ez. Vándor botot fog kezem, hív a titkos végtelen. Ballag már a vindiát, tisztelettel és szeretettel köszöntjük vendégeinket, tanárainkat, diáktársainkat, és nem utolsó sorban titeket, Ballagon 8. osztályosok. Kérem, hallgassák meg ünnepi műsorunkat. Eljött a búcsú napja, gyűlik a sok diák, köszöntésre sorakoznak, szólnak a melódiák. Meghatódunk egy kicsit, hogy múlnak az évek, emlékek kavarognak, úgy rosszak, mint szépek.
Hosszú az út idáig, de hátra még a neheze. Szépen felnőttetek, hogy nézni is teher. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérre, amit magadra költesz. Minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Eljött hát az utolsó nap, búcsúz mindentől vén diák. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág. S mint a fecske az alkonyati szélnek, ma szárnyat bont egy sereg diák. Amiként a lovak bajnoki vívásra, az iparos legény hosszú vándorlásra. Úgy indul a diák, némi tudást gyűjtvén, s elmereng az évek tova tüntén. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy falnak, folyosón, termeken, udvaron átballag. Jelképes batyuját a vállára vetve, elindul az útra, az ismeretlenbe. Nyitja ajkát dalra, köszönő szavakra, lenglobog a szélben ajándék szalagja. Az életem lemeze fordul, s ha valaki visszatenné a tűt, valamit újra játszanék. Van, amit meg se hallanék, megbocsátanék, vagy másképp mondanék. Az életem lemeze fordul, van, ahol recse és zörög, van, ahol ugrik, túlpörög. Megcsuklik a hang egy karcolásban, s remeg az ív, kihagy a szó, kihagy a szív. A betűk még vibrálnak előttem, mint fényben porszemek. Emlékeket idéznek fel, de félek, nem merek, mert emléklet mi szép volt, 8 év csokrába kötve, színes talagját acos idő lebegteti fölötte. Egy percig még gyönyörködtem a sokszínű csodában, még kavarog az érzés ez ünnepi varázsban. Az első kézfogástól az ábacsátó szóig, évek készséggel ebben, dorgálás, biztató hit, pár csíntevés, a szégyen, a kép elmosódik. Szemem sarkában titkon kíváncsi könnyek ülnek, nincs elég szavam rá, hogy mindent megköszönjek. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor a barátokat, hanem barátainkban láttuk fel az egész világot. Ma még csak engem emleget az ág, hogy ér levele csőlen, de holnap a szél a határt hiába kérdezi felőlem. Megyek, s itt minden elfelejt, az ég, a rét, az ág, s a tó. Elválunk röpke év után, szebbnek találjuk a jelent, ám a múltat ne érje gúny, az ifjúság emléke szent. Szórd szét kincseid, a gazdagság, legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség, legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság, legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség, legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő, legyél te magad. Ost ki lángjaid, a szerelem, legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság, legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit, legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ, legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod, a teljesség legyél te magad. Thank you.
ritka becegségem szalagját. Most együtt bontsuk fel a szánlátót, sem veszíthetjük el. Most mégis rejtjük el. Megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. Minden embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, azt hallja a mások énekét is szépnek. Nektek ragyog ma, tietek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi nektek adjuk búcsúzó szívünket. Az élet, mely jutalmazést büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezze zöld májusi ág, s halljuk reménytő szívetek, hogy lüktet. Szép lassúságban búcsán szól az ének, föl-föl repülne, leszáll, tétováz, a sok kopott pad integet felétek, tán könny is csordult, nem tudni okát, elsápadva a messzeségben néztek. A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes, az ember nyughatatlanul mégis mindig keres. Az örökös vándorút véget soha nem ér, s ha nincs gyökerünk, elvisz a szél. Olyan az én iskolám is, akárcsak a többi ház, s mégsem olyan, mert abban a szállam lakik a tudás. Ott ismertem meg a könyvet, a betűt, a számokat, ott szőttem a jövendőről szép és komoly álmokat. Szeretettel gondolok rá, s ha előtte elmegyek, mint hűfia, tisztelettel meghajtom a fejem.
Olyan az én iskolám is, akárcsak a többi ház, és mégsem olyan, mert abban a szellem lakik a tudás. A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük egymás örömét. Mert a kék madár maga a boldogság, és kalitkája az emberi szív. Az életed egy új fordulatot vesz, egy régi ajtó zárul be előtted. De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép. Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek, soha ne fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, keresd a jót, ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok. Tudni akarod, hogy mit gondolok? Rendben neked elmondhatom. Új diákok, tanárok és új iskola, sok minden változik, de te maradj önmagad. Ha megfogadod a tanácsom, semmi baj nem érhet a világon. De légy erős, kitartó és bátor, amilyenre szeretnél, úgy formálod a világot. Kedves Ballagó 8-osok! 8 évet töltetetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljátok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól. Búcsút vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is. 8 szép évet töltöttetek a falak között. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét. Valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárra fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthetétek ismereteitek körét. De ne feledjétek, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittetek nekik, de higgyétek el, ők mindig csak a javatokat akarták. Minden, amit tettek, értetek tették. Búcsúzunk most tőletek, mi 7-esek. Hát itt hagytok minket. Talán vissza sem néztek, amikor kiléptek ezen épület falainak kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Irigyellek és féltelek titeket egyben. Hisz olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, amiknek vagy meg tudtok felelni, vagy nem. Már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolánk féltő szeretete. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. De soha ne feledjétek, hogy az iskolánk tanulói voltatok 8 éven át. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak mulatságos, tanulságos történeteket. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Adi Endre soraival búcsúzunk. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak álom volt a szép diákvilág. S mint a fecske, alkonyati szélnek, ma szárnyat bont egy sereg diák. Márai Sándor, füves könyv. Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát, pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort. Igen, még gondot és örömet is. Tudatosan felállni az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség. Tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben. Mindennek alján az isteni gondolat van. A szellem, mely kormányozza a világot. És ez a szellem nem tűr semmiféle magabiztos keftelést, önhit elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést. Mindig alakulni, s változtatni, odasimulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor kapsz, mindig továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy. Csak nem biztonságban élni. Mindig várni a vihart és a tűzvészt. És mikor beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és nem sopánkodni. Nyugodtan mondani, itt van. S oldani és védekezni.
Tisztelt tanáraink, kedves diáktársak, drága szüleink és vendégeink! Várva várt, mégis nehéz nap számunkra ez a mai. Búcsúzunk! Évről évre irigykedve néztük a ballagó nyolcadikos társainkat, most mégis elszorul a szívünk, a boldogság-szomorúság kettősségét érezzük. 8 éve már, hogy elsősként, félve, félszegen léptük át az iskola kapuját. Az alsós tanítónénik féltő, szeretetteljes gondoskodása hamar biztonságos, meleg otthonná varázsolta a kezdetben még idegen iskolát. Bevezettek az írás, olvasás, számolás rejtelmeibe, megválaszolták a kíváncsi kisgyerek egyre sokasodó kérdéseit a táguló világról. Egyre okosabbak, magabiztosabbak lettünk. 5. osztályba lépve ismét valami új köszöntött ránk. Új tanárok, új tantárgyak, izgalmak, élmények, új kihívások. Csupa érdekes dolog, matematika, történelem, irodalom, fizika. Egyre sokasodó feladat, nagyobb elvárások. Természetesen mindezek mellett jutott idő vidámságra, önfelett játékra, versengésre. Soha nem feledjük az iskolai hagyományőrző bálokat, farsangokat, szüreti felvonulásokat, sántacsütörtököket, svábnapokat, gyereknapi vetélkedőket, kirándulásokat. Mind meg annyi közös élmény, amely az együvé tartozást erősítette bennünk. Gyökeret, kötődést jelentenek számunkra. Köszönjük tanárainknak, hogy a tudás átadása mellett sok olyan emberi értékkel is felvérteztek bennünket, amelyek meghatározók lesznek életünk további szakaszában, segítenek céljaink elérésében. Most, hogy végigjártuk a virággal feldíszített termeket, ránézünk tanárainkra, elszorul a szívünk. Hogyan is köszönjük meg a sok munkát, törődést? Ígérjük, hogy iskolánk jó hírét ezután is igyekszünk öregvíteni azzal, hogy becsülettel helytállunk a választott iskolánkban is. Annyit kérünk még, hogy felejtsék el a velünk kapcsolatos rosszakat, bocsássák meg a csínytevéseinket, és csak a jóra, szépre emlékezzenek. Kedves itt maradó diáktársak! Köszönjük az együtt töltött, közös élményekben, emlékekben gazdag, vidámsággal színezett diákéveket. Őrizzétek meg iskolánk jó hírét, adjátok tovább hagyományainkat. Köszönjük a 7-eseknek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztették iskolánkat, s hogy emlékezetessé tették nekünk ezt a napot. Reméljük még találkozunk, s a szép időkre sokat gondolunk. Drága szüleink! Köszönjük, hogy hagytatok bennünket a saját utunkon járni. Köszönjük, hogy felneveltetek, fáradtságot nem ismerő mellettünk álltatok, ha bajban voltunk, s velünk örültetek az eredményeinknek, sikereinknek. Nem tudjuk még, milyen nehéz elengedni a biztonságot adó kezed, bár tudjuk, a biztonságot adó szülői kész számára nincsenek leküzdhetetlen távolságok. Mindent meg fogunk tenni, hogy büszkék lehessetek ránk, mert higgyétek el, a gyermek csak azért lépd el az úton, hogy szülei arcán egy büszke, boldog mosolyt láthasson. Elmentek a régi barátok.
Erősítsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rá az a lány. Ha végignézek a sorokon, a ballagó diákok és tanáraik mellett szülők, rokonok, barátok arcát látom. Beszédesek a tekintetek. A szemekben büszkeség, az elégedettség, az új kihívások bátor vállalása mellett megjelenik az aggódás, a féltés, az óvni akarás is. Persze a megkönnyebbült mosolygós tekintet tőletek, végzős diákjainktól jön. Az elégedettséghez, a felszabadult örömhöz vezet, a végre vége, megúsztuk, nem akarok búcsúzni, mindig emlékezni fogok rátok, te vagy az első szerelmem gondolata. Az érzelmek kavargását értem, hogy ne érteném. Hiszen itt előttünk nőttetek fel. Persze még nem egészen, ezért inkább úgy is mondhatnám, hogy most kezditek bontogatni a szárnyaitokat. Elindultatok egy olyan úton, amelynek egyik legnehezebb feladata önmagatok megismerése lesz. Alessandro Varicótól származik a következő gondolat. Milyen szép, ha minden tengerhez, mely ránk vár, van egy folyó számunkra. Szóval, amíg megtaláljátok a magatok tengerét, utat kell bejárnotok, ugyanúgy, ahogy a víz, a folyó utat tör magának a tenger felé. Mi csak segítettünk nektek abban, hogy majd rátaláljatok a helyes mederre. Elindítottunk benneteket, igyekeztünk az alapvető készségek mellett felkelteni bennetek a kíváncsiságot. Fejlesztettük kritikai érzéketeket, bár ez utóbbi, ha azt hiszem, fejlesztés nélkül is kialakult bennetek. De ez nem baj. Ha arra megtudtunk benneteket tanítani, hogy ne csak élni akarjatok, hanem keressétek a hogyanokra és a miértekre a választ, akkor jó munkát végeztünk. Ha az elmúlt 8 esztendőre gondolok, elsősorban nem a számokban kifejezett eredmények jutnak az eszembe, bár ezeket is említhetnék, hiszen sokan közületek remekül teljesítettek. De veletek kapcsolatban sokkal inkább az a példaértékű lendület, közösségépítő munka és persze játék jut az eszembe, ami mindvégig jellemzett benneteket. Kerestétek a kihívásokat, versenyezni akartatok, a szabadidős programokat pozitívan éltétek meg. A nemzetiségi rendezvényeken, a Sváb napon, a hagyományőrző délutánon a múlt értékeinek felkutatásával rátok mindig számíthattunk. Ha mindezeket végig gondolom, értem és elégedett az új befogadását váró, nyitott tekinteteteket. Ha Varicó által megidézett képnél maradok, olyan patakok vagytok, amelyekben megvan a lehetőség arra, hogy folyóvá szélesedjetek, és megtaláljuk a maguk tengerét. A tanárok, a szülők, a nagyszülők szemében azért más is van. Az öröm és büszkeség mellett az aggódás, ami érthető is, hiszen más a szerepük a ti utazásotokban. Egy-egy szakaszon veletek haladnak, segítenek, hogy a mederben maradjatok, de abban már nem lehetnek biztosak, hogy jó irányba mentek-e tovább. Ez csak az idő fogja eldönteni. Ákos, az énekes szavai jutnak az eszembe. Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy értsd a szót, olvasd az írást. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba húj. Ezért dolgoztunk közösen, ti, a szüleitek és mi tanárok. Arra törekedtünk, hogy többet kapjatok. Többet a tudásnál. A tudás csak eszköz, amit ha jól használsz, megtalálhatod a saját tengered. De ennél mi többet akartunk. Azt akartuk elérni, hogy megismerd, hogy honnan jöttél, milyen értékek azok, amelyeket magadban hordozol, amelyeket szüleidtől, nagyszüleidtől kaptál. Erre legyél mindig büszke, és soha ne feledd el, hogy ezek azok az irányjelzők, amelyek biztosan megmutatják számodra a helyes utat.
Ma, amikor képletesen elengedjük a kezeteket, azt reméljük, hogy valamit megőriztek abból, amit egymásnak adtunk az elmúlt 8 esztendőben. Hiszen vannak az életünkben olyan események, amelyekről miközben javában zajlanak még, tudjuk, hogy sohasem felejtjük el. Ilyen lehetett egy-egy jó beszélgetés, tábortűz mellett halk, közös éneklés, egy kellő időben elhangzó dicséret, vagy feddő szó, egy jó sikerült felelet, az első alkalom, amikor németül megszólaltál, egy megúszott felelés, az első tánc. Valami, amiről egy hang mindig azt mondja, zárd magadba jó mélyen ezt az élményt, mert ebből kell táplálkoznod egy életen át. Aki te.